Vértócsa egy szekszárdi panelház előtt. Április végén szúrt nyakon egy hajléktalan férfit egy szintén otthontalan társa. A megszúrt férfi csak a szerencsének köszönhette, hogy nem halt bele a támadásba. Szekszárdon ez volt az egyik legbrutálisabb rendbontás, ami a hajléktalanokhoz köthető, de a kisebb-nagyobb gondok napi szinten jelen vannak a városban. Az üzletvezetők szerint nem ritka, hogy az otthontalan emberek a boltok elé piszkítanak. A hajléktalanok okozta közbiztonsági problémák kezelésére. A szekszárdi önkormányzaton belül májusban külön munkacsoportot állítottak fel. Ebben a közterület felügyelők mellett rendőrök és szociális munkások is részt vesznek. A munkacsoport első lépésként alkotott egy rendeletet, amiben megtiltották a közterületen való alkoholfogyasztást Szekszárdon. Aki ezt megszegi, szabálysértést követel. Hogy akik a dohányboltok környékén például alkoholt fogyasztanak és zaklatják az embereket, őket mondjuk el lehet vinni ezen rendelet alapján, akár a több ilyen atrocitás is ér valakit, és többször visszatérő ként követi el egy hajléktalan mondjuk, vagy bárki más ezt a fajta tevékenységet, akkor a rendőrség el tudja szállítani, és a rendeletre hivatkozó rendelet alapján mondjuk elzárással tudja sújtani, hogyha nem tudja kifizetni a büntetését. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere, a munkacsoport vezetője azt mondja, az eddigi intézkedéseikkel egy kicsit visszaszorították az utcán dorbézoló hajléktalanok számát. A rendbontók közül többet a rendőrök vittek el. A pandémia kitörésekor március 15-e, 20-a, 30-a táján volt egy nagyon nagy felfutás, de most egy picit, mintha nyugró pontra helyezkedtek volna a dolgok. Hát két embert kiemeltek már, akik olyan tevékenységet folytattak, hogy úgy viselkedtek, és bízok benne, hogy hatékony összefogással lesz valamilyen szinten rendezni tudjuk. A város munkacsoportja folyamatosan azon dolgozik, hogy megoldást találjon a hajléktalanok okozta közbiztonsági problémák kezelésére.